két agglomeráció öt településének, Nagyecsed, Mérk, Vállaj, Tiborszállás és Fábiánháza szennyvízzel vezetése és tisztítása valósult meg egy több mint 5 milliárd forintos fejlesztés keretében. A projekt jelentős uniós és hazai, valamint önkormányzati és lakossági hozzájárulásokból valósult meg, hangzott el az átadó ünnepségen. Abba bízunk, egyébként a projektben vállaltuk is, hogy 3 év távlatában több mint 95%-os rákötési produktumot kell a lakosokkal együtt megteremtenünk. Én nagyon bízom benne, és motiváljuk is természetesen a lakosságot arra, hogy kössenek rá. Nem csak azért, mert környezetvédelmi szempontból ez nyilván fontos, hanem azért is, mert egy sokkal komfortosabb szennyvíztisztítást lehet megvalósítani a vezetékes szennyvízkezeléssel, mint korábban a klasszikus emésztőgödrös konstrukcióba, és nem utolsó sor fajlagosan kevesebbé is kerül a lakosoknak ez a fajta tisztítási mód. A projekt keretében két szennyvíztisztító telep épült, a települések szennyvízeinek elvezetésére pedig úgynevezett zárt gravitációs csatornahálózatot építettek ki. A fejlesztéssel közel 12 ezer lakos juthat komfortosabb szennyvízkezelési szolgáltatáshoz. Az ecsedi láb területén tudjuk, hogy magasan van a talajvízszint. Hagyományos szikasztó berendezésekkel az emésztőgödörrel gyakorlatilag a talajszennyezés nagyon nagy mértékű volt. Talajvíz visszamenjen ugye a vízbázisokra, és így az emberek életminőségére is hatása volt. Így azt gondolom, hogy mindenféleképpen fontos élettani szempontból, az emberek életminőségének javítása szempontjából. Azt gondolom, hogy anyagi szempontból sem utolsó, hogy szippantót kell fizetni, vagy pedig elfolyik a szennyvízudvarról, és visszatérve az alapgondolat, hogy a környezetvédelmi terhelés csökken, az emberek egészségügyi állapota is nől, és a környezetterhelése nagy mértékben csökkenni fog. A tisztított szennyvizek befogadója a Kraszna, a szennyvíziszapból pedig a modern technológiáknak köszönhetően a mezőgazdaságban hasznosítható komposztot állítanak majd elő.